Sziasztok! És üdvözöllek titeket a következő rajzolós, festős, kreatív videóban. Az előző nagyon tetszett nektek, és ígértem is, hogy azt a játékot fogom folytatni, de úgy döntöttem, hogy legyen egy kis szünet, és próbáljon ki egy másik rajzolós játékot, ami nagyon hasonló ahhoz, de teljesen más. Ugye ott úgy volt, hogy én rajzolok valamit, aztán a gép átcsinálja egy festményi. Na most itt arról van szó, hogy tényleg nekem kell rajzolni, úgymond festeni valamit, amit utána egy emberrel egy portré, tehát a portré az ugye általában így, mint ahogy engem láttok, és azt utána az ember, vagyis akit lefestettem, megveszi és ad rá egy jegyet, tehát mondjuk A az ugye 5-ös, B a 4-es, így stb. És mert megnézzük, hogyha igazából ez lenne a munkám, hogy festek, ami borzalmas döntés lenne, mi hogy körülbelül úgy tudok festeni, mint egy... Töltött káposzta! Nem, de komolyan nem tudok festeni, tehát ezt aki ismer, az tudja. De most nem azért vagyok itt, hogy elmeséljem, hogy mennyire nem tudok festeni, hanem azért, hogy megmutassam, hogy igazából, hogyha azt mondanák, hogy én az egeremmel rajzoljak valakiről egy portrét, az mekkora borzalom lenne. Úgyhogy szerintem kezdünk is vele. Ugye a címből is láthattátok, meg itt a képernyőn is látjátok, hogy ez a 90 másodperces portré. Tehát azt jelenti, hogy majd amikor elindítom a játékot, bejön egy ember, amit nekem le kell festeni 90 másodperc alatt. És szerintem vágjunk is bele, mit szóltok hozzá. Itt is van az első emberünk, a hátteret is le kell festeni. Én most a vékony ecsettel kezdek értelemszerűen, és úristen, mixeljünk valami olyan szint, ami hasonlít a bőrére. Ez így jó lesz. Csak értelemszerűen olyan legyen, hogy a... Hát azért látszódjon a háttéren. Óha. Nincs nagyon időnk arra, hogyha elrontottam valamit, akkor újra megcsináljuk. Úgyhogy most olyan lesz, amilyet elsőre rajzolok. Itt van a nyaka. Jó, ugye van itt egy így fel, majd miért mutat neked fel a kezed, hogy megnézítsd a dolgomat? Jó, itt van a másik keze, az így van, jajjaj. De ebből hogy csak mindjárt kezed vagyok, innen kéz. Azt az eget, komoly, komoly, itt van a ruhájának az alja. Mindjárt csinálunk neki valami szürkét, csak gyorsan befestjük a ruháját kék színűre. Mert ugye kék színű a ruhája, hát csak így óvatosba, gyorsba. Mert ugye 90 másodpercünk van, és még az arcát el se kezdtük, srácok, nem fogunk tudni színezni. Be kell ezt fejezni a színezést, mert akkor nem fogunk tudni rajzolni semmi más. Itt van gyorsan a keze. Az arcához nekünk fekete kell, gyorsan mixeljünk feketét, fekete, 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 gyerünk. Vékony ecset, egy szem, két szem, kicike orr, kicsi mosolygós száj. Úristen, a haja legyen szürke. Szürke. Hát ez nem szürke. Így, né. És van egy nadrága neki. Így, az a lényeg, hogy a fehér pontom a piros négyzeten belül. Hát ez lett! Na nézzük, mit ad rá ő. F. Ah, az a legrosszabb, az egyes srácok. Azt az eget. Biztos, hogy erről a földről származol? Na mindegy, nekünk nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy fessünk róla egy nagyon-nagyon menő portrét. Ha már itt lejött a földre a kis ufónk, akkor legalább csináljunk róla egy jó rajzot, neki legalább egyszerű fület rajzolni, nem kell itt szórakozni ezzel. Jó, gyorsan ez így megvan, most lerajzoljuk a narancsárga részeket, itt a csápja az itt belelóg a képbe, meg hogy nézem, itt is így belelóg a képbe. És tudjuk valahogy, hogy a narancsárgákat gyorsan lerajzoljuk, kicsit vastagítjuk, és akkor ez tényleg olyan, mintha egy kar lenne. Ez itt. Aztán keverünk egy, várjátok, még van valami narancsárgát, persze a feje az full narancsárga. Pedig megbeszéltük, hogy nem rajzolunk, vagy nem színezünk, de muszáj, úristen, már kimentem rengetegen a vonalból. És készítek el, még a hátteret is nekünk kéne megrajzolni. Amit igazából nem tudok, hogy tudnak egy perc, vagy 90 másodperc alatt, bocsánat, megcsinálni. Irtó nehéz. Főleg egy olyannak, mint én, aki nem a legjobb rajzból. Jaj. Na mindegy, megcsináljuk itt neki ezt a nagyon menő pólóját. Aztán most itt nem fog színeket keverni, ilyen színű lesz a nadrágja, nem érdekel, hogy nem ilyen igazából. Gyorsan csinálunk neki egy nagy-nagy szemet. Abba teszünk egy pupillát, egy piros szájat. És akkor még gyorsan a hátteret is el tudnánk kezdeni. Csak hogy legalább azért hát, ha ad valamit, hogy így firkáltunk ide valamit. Na? Na! Srácok, ez elég jó lett, és... Oh, pedig megnyomtam a dudát, azt hittem ez jó lesz. Na, dinoszaurus. Csináljunk gyorsan zöldet. Zöld, 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 de egy kicsit világosabb zöld. Még egy kicsit világosabb kékes zöld, jó. Így, na nézzük. Itt ugye neki, hát majdnem. Ezt nagyon szépen megmondtam, jó. Jó, gyorsan kiszínezzük, pedig megbeszéltük, hogy nem színezünk. Amúgy egérrel nagyon nehéz, főleg az én egerem nagyon érzékeny van állítva, mert igazából így szeretem.
de... De ez idáig nem a legjobb, srácok. Jó, gyorsan átváltjuk vékonyra az ecsetet. Jaj. Ó, nem tudom, itt nem lehet visszavonni. Mondjuk ez igaz. Festékem, amit elrontasz akkor. Így nem lett a legboldogabb feje, vannak neki ilyenek. Ott a háttérben van valami nyúl. Vagy én nem tudom ezek itt mik. Így egy kicsi, meg egy nagy. Jó, és akkor most itt van időnk egy kicsit a háttérre. Csak annyi, hogy rossz a szín. Sötétebb zöld kéne először is a legnagyobb háttérre. Itt, így. Sötét zöld van a háttérben. Itt a nyulakat körbelöli a sötét zöld. Így, né. Tudom, hogy borzalmas, nem kell megszólni. Itt van az ég. Amúgy szerintem ideig ez lesz a legjobb. Nem. Létszik, csak egyszer kapjak már jobb jegyet, mint az egyes. De komolyan, mindegy, most nem lesz két színű a padló, most ez is zöld lesz. Létszik, csak egyszer kapjak jobbat, mint az egyes. Könyörgöm. Na, na, ez az! Srácok, ez négyes lett, $4 kaptunk érte. Úristen, hát rajzolán soha nem kaptam ilyen jót. Nem, egyébként viccet feletéve, jó voltam rajzból. De nem a rajztudásom miatt. Jó, ez olyan pont. Megint egy UFO, várjátok már az előbb, tényleg fel sem fogtam, az előbb egy dinoszauruszt rajzoltunk, most meg megint egy UFO-t. Féljetek már, mi, melyik országban rajzolunk? Ez Párizs lesz itt, mert elég sokkal az érdekes lény ott Párizsba akkor. Jegyezzünk meg, srácok, Párizsba nem megyünk, mert sok az UFO. Kívül, hogyha festeni akarunk, mert akkor viszont nagyon jó, mert úgy látszik, hogy imádják a festményeket. Tehát ha festő vagy, akkor neked a kedvenc városod kell, hogy legyen Párizs. Mert az UFO-k csak úgy jönnek rajzolni, és őket kicsivel egyszerűbb rajzolni. Meg hát, ha rendesebbek, mint az emberek. Látjátok, az előző dinoszaurusz talán elfogadta az én ocsmány festményemet is. Jaj, közben itt ezt kiszínezzük. Elfogadta az én ocsmány festményemet is, még hozzá 4-est adott rá, és $4. Kíváncsi leszek a végén, tippeljetek, srácok, hogy hány pontunk lesz. Szerintem sem ennyi. Mégis meggondolja magát a dinoszaurus, visszajön, hogy hát figyelj már, az előbb az utca végén kértem még egy festményt, az sokkal jobb lett, mint a tiéd. Úgyhogy kérem vissza a pénzemet. Van egy ilyen szem, van itt egy nagy lógós orra neki. Amint elnézést, uram, nem lógós. Nagyon szép orra van. Láttam már szemet. Bocsánat, semmi, nem mondtam semmit. Így, né? Így a szemmel körül van ilyen fehér. Úgy, srácok, ez is egész jó lesz, ezért azért nem fogunk kapni pontot, mert... Megint 4-es! Srácok! Túl profik vagyunk! Na, mehet is tovább. Gyerünk, rajzoljunk egy nagy kék fejet. Figyeljetek, most az űrt kell mögé rajzolni. Ő nem szégyeli, hogy honnan jött. Ő el is mondja nekünk, hogy én az űrből jöttem, úgyhogy az űrt fesd le. Mások ilyen vizét kértek háttérnek, rétet meg. Minden, ő a holdat kéri maga mögé. Nem, először van, ezt a szín nem fogjuk használni, úgyhogy ebből keverünk egy lilát. Én, nagyon jó lesz, nem ennyire lila kellett volna, de mindegy. Jó lesz ez. Itt van az a keze, ami be van dugva, srácok, ha esetleg valaki nem tudná. Az a keze, amit bedugott a zsebébe. Mert ő nagyon szveg jóló. Így, né. Gyönyörű, van neki egy kilóg, egy kis izé, két fülhallgató. Mindegy, hogy az fekete. Tudom, hogy az fekete lenne, de én most erre nem figyeltem oda. Hát ez most a kék az az új fekete, jó srácok? Szóval azt akarom, hogy ennek most nagyon szépen megrajzoljuk az arcát. Hát a szemei már nagyra sikerültek. Akkor itt vannak a fogai. Így. Jó, azt az eget. Mivel rajzoljuk meg a... Így. Jaj, azt mondtam, hogy nagyon szépen megrajzoljuk az arcát, hát nem jött össze, már nincs időnk feketét keverni, úgyhogy lila lesz a pupillája. Itt van egy ilyen csík. Aztán gyorsan rajzolunk csillagokat. Kész. Na! Tudtam, ez nem volt szimpatikus. Ah, meg is van az első napunk. Na, srácok, nézzük is végig, hogy mit szerkesztettünk itt össze. Tehát, az első napom összesen $9 szereztünk. Na most számoljátok ki, hogy egy nap alatt $9 szerezni. Mindjárt meg is mondom nektek, hogy mennyi $9. Srácok, a mai árfolyam szerint $9 az 2473 forint. Na most gondoljátok el, hogy 2473 forintból mit tudnánk venni? Egy fidget spinnert! Egy jó fidget spinnert tudnánk venni annyi pénzből, és ennyi. Na de görgessünk is bele, mit alkottunk. Itt van az első rajzunk. Tehát azért ez megérdemel egy dudát. Szerintem biztos. A néni nagyon szereti a...
nem Jeffet, hanem... töltött káposztát. Jó, görgessünk is lejjebb. Itt szerintem azért kaptunk olyan rossz pontot, mert a hátteret nem találtuk el. Mert igazából ez egy gyönyörű rajz lett volna, őszintén. Tehát nézzétek meg a feje mennyire hasonlít. Következő volt az UFO űrlény ember, akit szerintem nagyon eltaláltunk. Ha még lett volna egy kicsi időnk, akkor még valamit ki is tudtunk volna belőle hozni. A feje pontosan ugyanolyan, mint a képen, srácok, nem? Na, teljesen úgy néz ki, nem tudom, mi volt vele a baj. Itt is van a dínunk, aki rettenetes jó pontot adott nekünk. Nézzétek meg, megvan a feje, majdnem hasonlít, van rajta ég, van rajta fű, van rajta a fűből kinéző ők. Pont úgy néz ki, mint azok a nyulak, vagy úgy néz ki, mint Batman. Csak nekem néz ki úgy, mint Batman. Itt is van a következő űrlényünk, aki jól tudom, szintén jó pontot adott nekünk. Itt nagyon eltaláltuk a pólóját, tehát a pólója az nagyon ott van, szerintem. Annyi, hogy elfelejtettünk kezet rajzolni, most látom, meg nem is átlátszó a feje. De a szemét, az orrát, a száját nagyon eltaláltuk, plusz a pólóján, az a kék földgöm, az valami zseniális a sikeredet. És itt is van az utolsó utálatos, ezt nem szeretem, ezt a srácot. Ugye látszik a fején, az ilyen kötekedős ember. Na, pedig pont jól rajzoltuk le. Nézzétek meg, a pulcsia is nagyon király lett, vannak rajta csillagok, a szemét is eltaláltuk nagy részt. A száját is, igen. Na jó, ez nem lett a legjobb rajzom. Srácok, nektek melyik tetszett a legjobban? Légy szíves, kommentben írjátok le, hogy nektek melyik volt a kedvencetek. Tehát írjátok le, hogy melyik volt nektek a kedvencetek. A nagyi, a narancsűrlény, a dinoszaurusz, a téfejű űrlény sárga pólóba, vagy a menő űrlény. Látok, a menőhöz nyomok zenét. Vagy a menő űrlényit. Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Itt 90 másodperc alatt rajzoltunk portrékat. És 9 dollárt összeszedtünk. Van 2473 forintunk. Geniálisan sok pénzt szereztünk ez alatt a nap alatt. Nem. Tehát még kaját sem tudnék belőle rendesen venni, max egy ebédet magamnak. Na de ha szeretnétek még ilyet látni, akkor légy szíves, nyomtok erre a videóra egy lájkot, és hát a legközelebb több pénzt tudunk összeszedni. Remélem tetszenek ezek a rajzolós videók, keresek még pár rajzolós játékot, meg folytatom a mostanákat is. Hétfő van, szünet van, nincs iskola, úgyhogy remélem jól érzitek magatokat, én nagyon. És ha találkozunk a következő videóban. Legyen további szép napotok, és esetleg ha nem láttátok mondjuk ezt a videót itt felettem, akkor nyomjatok rá és kaptok egy ingyen... Nem kaptok ingyen töltött káposztát. Legyen további szép napotok, sziasztok!